Tudod, mi maradt le róluk? Szemöldök. Tehát látszik a kendő? Már olyan érzékszerveim vannak, hogy látok mindent. Így állok, és a távolba meredve nézek. Így van. Jó érzés. Néha jó egy kicsit kimozdulni otthonról, lelépni a fővárosból. Nem csak Budapesten válnak a múzeumok tárkarokkal. Ma Székesfehérvárt veszem be. Meg is érkeztünk az év kiállításába, Réber László vonalba zárt történetek című grafikai kiállításába. Réber sokszor csak egyszerű vonalakkal rajzolt, amin itt sétálunk, ez tulajdonképpen egy játék. Lázár Ervin Szegény Zsoni és Árnika című meséjét is Réber László illusztrálta. A mi feladatunk az, hogy végig sétálva itt a kacsáinkkal a játékpályán, eljussunk a célba, és visszavarázsoljuk őket egyformábbá, vagy kacsává, vagy emberré. Nagyszerű, rá is léphetsz ott a következő piros virágra. De már itt is vagyok. Ez már a cél, és nem? És be is értél a célba. Kézen fogva elsétálnak. Az előbb voltam egy nagyon jó társasjátékon, szóval nagyon izgatottan jöttem ide. Ez egy 55 éve álló gyűjtemény. Magyarország egyik legfontosabb kortárs képzőművészeti gyűjteményéről van szó. Igaz, nem értem, hogy mi van a képen, de tényleg itt tudnék állni órákat, és csak így nézni ezt a képet. Jöjjön a játék, viszont ehhez szükséged lenne egy kísérőre, egy segítőre. Rendben, készültem én is, képzeld el. Megmutatom neked Holub Katit. Szia, Kati. Ő az egyik nevelő anyukám, és a legnagyobb segítőm. Kiválasztottam előre egy festményt, és neked el kell vezetned oda Sanyit. Kati, a szemöldökömre vigyázz! Vigyázzok! Tehát látszik a kendő? Már olyan érzékszerveim vannak, hogy látok mindent. Amit látok rajta, az a tűznek két megnyilatkozása, megmutatkozása. A tűznek? A tűznek. És a színekben is van melegség és hidegség, a hangulata pedig nagyon melankólikus. Találd meg a képet, ami előtt szerinted álltatok. Jó, már direkt számoltam a lépéseket, hogy mentünk. A padlónak a recsegése is más. Tűznek a két ábrázolása. Se nem szomorú, se nem boldog. Szerintem megvan! Ez lett az. Most egy kicsit meghatódtam. Tudnék sírni is, de... Ezt a feladatot is nagyon gyorsan megoldottam, és elsőre megtaláltam a képet, hogy nézzük, mi vár még rám. Kint vagyunk Tácon, a Gorzium régészeti parkban, egy egykori római település romjai között sétálunk. Most ide készítettem neked egy dobozt, arra szeretnélek kérni, hogy nyúj be, és vegyél ki találomra pár dolgot, és próbálj rájönni, hogy vajon mi lehetett az, és mire használták. Hát ez egy alsó nadrágszerűség, ez szerintem férfi. Nem, ez egy női viselet. Ez egy női viselet, akkor ez a melltartó. Tökéletes. Szeretnélek a római ünneplő viseletbe felöltöztetni. Természetesen a férfi. Jó, jól hangzik. Van ez a bíbor szegély rajta. Minél vastagabb volt a bíbor, annál gazdagabb volt a viselője. A bíbort egyébként emberi vizeletben főzött bíbor csigából nyerték ki magát a festéket. Te most egy szenátor vagy, vagyis a legrangosabbak teteje az igazi krémhez tartozik. Így állok, és a távolba meredve nézek. Így van. Jó érzés. Június 22-én a Budapest táblán túl is pörög majd az éjszaka. A múzeumok éjszakáján a fővároson kívül közel 300 helyszín vár rád országszerte. És akár a római légiók élére is állhatsz. Múzeumok éjszakája, utazás, élmény, múzeum.